Hát véget ért a szavazás a várható eredménnyel, és továbbra is a pártok finanszírozása meglehetősen átláthatatlan lesz. Az a fajta gyűlöletkampány, ami most a plakátháború kapcsán a Jobbik és Simicska Lajos vezetésével folyik, az folytatódik. Ez meglehetősen ízléstelen és hazug kampány. Én úgy gondolom, hogy a tartalma és a törvény elfogadása körüli sajátságok okozzák a két problémát. Ezek a plakátok üres blöfföket tartalmaznak, amely azt a kormányt gyalázza, amelyik 2010-ben az országot a válságból kivezette, gazdasági növekedést ért el, növelte a foglalkoztatást és emelte a béreket, vagyis bizonyította kormány képességét. Ezzel szemben a gyűlöletkampány szervezői csak az ízléstelenségükről tettek tanúbizonyságot. Ez az egyik kérdés, tehát a tartalma. Van azonban egy másik kérdés is, hogyan zajlott ez a szavazás és az azt megelőző alkuk. Ez az ellenzék állapotáról val, hiszen emlékszünk, az LMP nem csak hogy elfogadta az előterjesztést, hanem még szigorítani is kívánt rajta. Később azonban győzött náluk is a Fidesz gyűlölet, és beálltak a Jobbik mellé. Az MSZP tette egy saját javaslatot, amely lényegében megegyezett a Fideszével, majd egy napon belül, az egyeztetés után a párton belüli zavar eredményeképpen letiltotta a képviselőit erről. Az ellenzék szerint maradjon a közhangulat, annak a stromboló plakátháború, így ilyen értelemben győzött a gyűlölet és a hatalomvágy. Hát ez a helyzet, amire ma pont került, természetesen az egyszerű többséget igénylő részeket megszavaztuk, némi mozgásteret ez is fogadni. Azt gondolom, hogy a kétharmados törvény az lehetőséget, annak az elfogadása, törvényrészek elfogadása lehetőséget adott volna arra, hogy kampányidőn kívül ne folytatódjon ez a gyűlöletkampány, és ezzel a közhangulatot megpróbáljuk rendbe tenni, de ha ez folytatódik tovább, akkor ugyanez a hangulat romboló kampány folytatódik. Ezek nem az a baj, hogy sok embert meggyőz az ilyen durva és ízléstelen kampány, az a baj, hogy rongálja a hangulatunkat. Mi azra fogunk törekedni, hogy azokat a egyszerű többséget igénylő passzusokat, azokat végrehajtsuk, és reményeink szerint ez a probléma egy részét fogja kezelni.